Egy színházi fotós főpróba mindig izgalmas, ekkor ugyanis összeáll már egy színpadi előadás, a színfalak mögött pedig teljes pompájában látható a színpadra álmodott produkció. Egy ilyen eseményre, pontosabban a Máli néni című vígjáték főpróbájára kapott meghívást stábunk a közelmúltban. Füst Milán alkotása Czajlik József rendezésében került színpadra. Na de mit is érdemes tudni erről az előadásról? Ez egy nagyszerű írónak, Füst Milánnak a elfelejtett darabja, amit nagyon sokáig nem tudjuk, hogy miért nem publikált, és tulajdonképpen az íróasztal a fiókjában hevert. Egészen a 70-es években fedezték fel újra, és azóta is ritkán játszott darabja. Maga a Máli néni az a nőszemély, aki egy társaságnak az idegrendszerévé válik, tulajdonképpen egy központi idegrendszerévé, és elkezdi helyre rakni, helyre tenni az ottani furcsa helyzeteket az ő saját semmivel össze nem hasonlítható módján, és közben ebben a társaságban rengeteg félreértés születik, és ezek a félreértések és a Máli néni furcsa praktikái, ezek olyan elegyi állnak össze, ami rettentően szórakoztató és izgalmas egyébként. A rendező szerint az alkotás jellegében és mondani valójában ma is aktuális. Minden közösségben vannak problémák, minden közösségben összegyűlnek olyan helyzetek, amit jó lenne, ha valaki meg tudna oldani, és a szerelem alaptémája az ugye mindig aktuális, és ugyanúgy az öreg nő, az idős, fontos, tapasztalt emberek ereje egy közösségben, az mindig egy központi téma, és hát természetesen ez egy nagyon szórakoztató előadás. A darabot először szeptember 22-én, majd szeptember 23-án mutatták be az intézményben. Lesznek még előadások, így aki esetleg ezekről lemaradt, a későbbiekben is átélheti az élményt. Nagyszerű színészeket láthatnak benne, ez a Kassa Itália Színház és a Dunaújvárosi Színház koprodukciója. Kerekes Éva főszereplésével, aki már önmagában egy nagyszerű név a színház művészet világában, ő Záron a másik partnere, és új fiatal arcokat is láthatnak a dunaújvárosiak, hiszen a kassaiakkal még nem találkoztak, és főleg ilyen együttesben, együttállásban, és hát az itteni színészek is szerintem kiválóak, úgyhogy jöjjenek el, mert nagyon jól fognak szórakozni. A tervek szerint a Máli néni című vígjáték még látható lesz a Bartók Kamara Színházban. Az intézmény honlapján minden további információt megtalálnak a jegyekről, tervezett programokról is.